Amíg az étteremben zajlik a perpatvar, Dr. Green felvirágoztatni készül a vendéglőt. Elviterre rendel rozmaringot, ha egyszer ez a svábok jelképe, és hozzá hatalmas zöld köretet. Ebből a kis rozmaringból kellene mondjuk egy olyan 18-20 darab, de szerintem lesz belőle. És itt láttam még ilyen törzseset. Ez hogy van fölnevelve, egy föl lett vágva? Alul megkapaszították a szárját, mindig így kicsitkezték. Ebből van kisebb is, hogy jó. Azt majd mindenre eldöntjük, egy 2-4 darab kell ebből meg egy 18-20 darab. És akkor nézzünk még kék, illetve sárga növényeket, mert a itteni sváboknak ugye ez a két szín, ami a domináns. Ezek váltak az ő szimbólumaivá, illetve jelképeivé. Ez varázsmagyaró? Így van, és ez pompásan illik a tavaszi dekorációhoz is. Ragyogó, akkor ezt majd ott valami ládára vagy valami hordóra föl fogjuk tenni, akkor szerintem ebből kellene kettő, és akkor ezt rögtön kezdjük el fölpakolni, jó? Segítenek a lányok, jó? De amikor kérdeztem a tulajdonos, hogy a teraszra, illetve a külső részekre miért nem tesz növényeket, virágokat, akkor azt mondta, hogy azért nem, mert állandóan ellopják. Úgyhogy megígértem neki, hogy valamit ki fogunk találni, de nem szabad, hogy ez a kedvünket elvegye. És igenis, kintre az utcára is kell egyszerűbb olyan virágokat kitenni, amit talán tetszik az embereknek, de mégse lopják el. És picit ne a kályhára, hozzátok ide felé megy. Igen, jó.